Nairobi, a nyomortelepek és a felhőkarcolók városa címmel szervezett újabb szakmai esemény a Matthias Corvinus Kollégium szexádi képzési központja. A meghívott előadó Tóth Klaudia, a Migrációkutató Intézet munkatársa. Továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi doktori iskolájának doktorandusza. A Nairobiba látogattam a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatójával, és ott egy hetet tudtunk eltölteni, és ott olyan szakmai tapasztalatokra, meg ilyen személyes élményekre tudtam szert tenni, ami itt Európában biztos, hogy nem nyerhető meg. És Nairobinak az a ezredarcúsága az lehengerelő. Tényleg a fővároson belül olyan ellentétek vannak, hogy pár száz méterrel odébb felhőkarcolók vannak majd, pár száz méterrel a másik oldalon pedig nyomornegyedek, úgyhogy Nairobinak ez egy nagyon nagy kihívása is, hogy a helyi vezetés hogyan tudja megoldani a fővárosnak a problémáit. Kenya Afrika szarván helyezkedik el, és ugye tudjuk, hogy Kenya mellett Szomália az egy nagyon bizonytalan és törékeny ország. Itt az átszüremlő terrorizmus az megjelenik Kenyában, az Al-Shabaab dzsihadista szervezet sokszor hajt végre támadást Kenya országhatárán, és volt már arra példa, hogy a fővárosban is. A kutató azt mondja, Kenya társadalma rendkívül megosztott, ugyanis az elitköre nagyon szűk és rengetegen vannak, akik igazán mély szegénységben élnek. Itt például arra kell gondolni, hogy a szegények napi $1 kénytelnek megélni, és pont ez az, ami a társadalomnak a megosztottságát fent is tartja. Szerintem az nagyon fontos látni, hogy Kenya a térség egyik legnagyobb menekült és migráns befogadó országa. Több százezres menekült táborok vannak az ország több területén, és itt nagyon fontos azt látni, hogyha ezek a menekült táborok esetleg bezárásra kerülnek, vagy másmilyen módon nem lesz fenntartható a működtetésük, akkor esetleg Európában is megjelenhetnek majd jövőben azok, akik onnan kikerülnek. A felmérések szerint a kelet-afrikai térségből már egyre többen próbálnak illegálisan bejutni az Európai Unióba. Hosszabb távon nyilván az integráció kérdése az, ami hát egy nagyon nagy kihívás az európai közösségnek. Ugye az is nagyon fontos, hogy mondjuk milyen vallási háttérre érkeznek, illetve hogy a valláson kívül milyen etnikai csoporthoz tartoznak az érkezők. Nyilván itt a keresztény és a muszlim vallás ellentét, vagy a kulturális különbségeik mindenképpen az európai közösség számára egy jövőben egy fontos kérdés lesz.